Aknekt hát első fokon terrorizmus bűncselekményével ítélték el. Az elfogadás körülményei, az ő tevékenysége ezt a tényállást messze menőkig alátámasztotta. Akmet H. Hát elfogásakor hét útlevél volt nála, mindegyikben érvényes Schengeni vízum. Akmethának semmi köze a menekültekhez, ciprusi rezidens, cipruson vállalkozása, háza van, ott él a családja is, <laughs> és mint ilyen semmi oka nincs arra, hogy illegálisan Magyarországra jöjjön, mint hogy ezt többször megkísérelte, hiszen egyébként az unió területére neki legális belépési engedélye van. Tehát ha H eddig róla kiderült, adatok alapján, ráadásul egy olyan vallási szervezetnek a tagja, amelyet előszeretettel használnak a terrorista szervezetek, terroristák Európába jutatásához. Tehát én azt gondolom, hogy amit eddig lehet róla tudni, az alapján egészen biztos, hogy Ahmed H az egy semmi módon nem menekült, és sem, minden, mindenképpen alapos a gyanú arra vonatkozóan, hogy terrorizmussal összefüggő bűncselekményekben vehetett részt. Azt, hogy egy ilyen ügyben az Európai Parlament direkt politikai eszközökkel egy terroristát a védelmébe vesz, az több mint megdöbbentő felháborító, hiszen több százan adták már az életüket a terrorizmus kapcsán áltatlan áldozatként ebben az ügyben. Ehhez képest bármilyen összefüggésben terroristákat védelmebe venni, az elképesztő, és az, hogy a szocialisták küldik a volt igazságügyminiszterüket, ebben az ügyben védőnek, az pedig egyszerűen az ember nem jut szóhoz. A terroristákat ezek szerint az MSZP oficiálisan is segíti vagy védi, vagy nincsen annyi eszközük, hogy egy ilyen szimbolikus ügyben szóljanak a volt igazságügyi minisztereknek, hogy ezt azért mégse kellene már. Tehát itt egy sor olyan kérdés van, amire választ várunk, és természetesen a bíróságnak a dolga újra első fokon eljárva megítélni azt, hogy mi a tényállás. Egy biztos, most már nyugodtan mondhatom, nemzetközi, a nemzetközi szervezetek és az Európa Parlament az egész egyszerűen nyomás alá helyezte a magyar igazságszolgáltatást. Ez példátlan, ez ilyen elképzelhetetlen, ez olyan mértékben lép át minden határvonalat, amire korábban nem volt példa.